Hatalmas dugó és lépésben is alig haladó autók csütörtök reggel több útszakaszon is. A Szandai Reptér és a bevásárló központok közötti Szent István hídra felvezető, jól belátható szakaszon eddig tisztázatlan körülmények között frontálisan ütközött két személyautó, egy harmadik pedig beléjük csúszott. Ma reggel nem sokkal 7 óra előtt kapott jelzést a Katasztrófa Védelem megyei művelet irányítása, hogy három személyi gépkocsi ütközött össze a négyes számú főút százas kilométerénél. Az esethez a szolnoki hivatásos tűzoltók három gépjárművel vonultak, és a helyszínre riasztották a katasztrófa védelmi műveleti szolgálatot is. Két gépkocsiban két ember volt beszorulva, őket a szolnoki tűzoltók feszítővágó berendezés segítségével szabadították ki. Egyik autóban sem ült utas, a két frontálisan csapódó gépjármű női és férfi sofőrjét súlyos sérülésekkel a hetényi Géza Kórházba szállították. A harmadik ütköző autó vezetője könnyebb sérüléseket szenvedett. A rendőrség teljes utzár mellett kezdte meg a helyszínelést. A négyes út Szajoli szakaszáról és a Szent István hidra vezető utakról is a város átterelték a forgalmat egészen délelőtt 10 óráig a baleset körülményeit szakértő bevonásával vizsgálják